Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Aranyérmet nyertek a bajnoki döntőben a nyíregyházi ifjúsági lányröpisek. 9 nemzet képviseltette magát a Leveleki tavon megrendezett jazzki versenyen. Fennállás a legjobb eredményét ért el a Szentsenyise kosárlabda csapata. A 7. helyen zárta a szezont az NB3-ban a nyírbátori futballcsapat. Aranyérmet szerzett a női ifjúsági röplabdabajnokság döntőjében a Nyíregyházi Sportcentrum. Erdősné Balogerika együttese a kecskeméti fináléban a Békés Csabát verte 3-1-re. Úgy gondolom, hogy ez talán nehezebb volt, mint a junior bajnokság, hiszen már a csoportba is, a nehezebb csoportba kerültünk. Újra Békés Csabával kezdtük az első mérkőzést, 3-2-re sikerült nyernünk. Aztán én úgy gondolom, hogy hál' Istennek a Gödöllő csapatát mind a csoportmeccsen, mind az elődöntőben egy határozott játékkal nyertük. Igazából azt gondoltuk, hogy ha döntőbe kerülünk, az már egy jó dolog, de hát a lányok nem elégedtek meg az ezüstéremmel. Én úgy gondolom, nagyon harcosan játszottak, nagyon együtt, nagyon egymásért küzdve játszottak, és megcsinálták a döntőt is 3-1-re. Még úgy gondolom, hogy talán a döntőt kicsit könnyebben, mint a junior döntőt. Szakmailag mivel tud többet ez a csapat, mivel tudnak ezek a játékosok többet a riválisoknál? Nagyon egységes volt most ez a csapat. Én úgy gondolom, hogy mind edzéseken megmutatkozott, hogy biztatták végig egymást, ugye a felnőtt csapatból lekerült játékosok, az egész évben juniort és ifit játszó játékosokkal kiegészülve első pillanattól egységes csapatként küzdött mind edzésen, mind pedig mérkőzésen, és én úgy gondolom, hogy ez volt az egyik erősségünk, hát illetve azért említsük meg, hogy Varga Eliza teljesítménye az egész évben, vagy egész mindkét döntőn extra teljesítmény volt, de hát ugyanígy beszélhetnénk Tóth Ruzsináról, Szabó Liliről, mindenki hozzátette a magáét, azt a sok pontot, több száz pontot, vagy pedig egy-két pontot, ami szükséges volt ez a győzelemhez. Említetti neveket, külön díjakat is osztottak a torna végén, kik részesültek nyíregyházi részül ezekben. Igen, a legjobb átló és ütő díjat azt a Varga Eliza kapta ismét, a legjobb libero posztot Tóth Frucsina, és a legjobb feladó posztot pedig Kotormán Réka. Itt még most azt is elmondanám, hogy gyakorlatilag Réka egy percet nem tudott pihenni, hiszen egyedüli feladóként szerepelt ezen a döntőn, és én úgy gondolom, hogy maximálisan teljesített, és nagyon jól osztotta a labdákat a játékosok felé, és az ütők ezt maximálisan meg is hálálták. Ezután a két aranyérem után, junior ifjú aranyérem után hová lehet még emelni a lécet? Emelni már igazából nagyon nem lehet. Én úgy gondolom, hogy ha ezt tudjuk tartani, vagyis azt, hogy ha igazából a döntőbe kerülünk, mert ugye az országos döntőbe a legjobb 6 csapat közé, azt gondolom, hogy évek óta, évtizedek óta bent van, majdnem minden korosztályban. Idén csak 3 korosztályunk jutott országos döntőbe, de az, hogy magát a döntőn is döntőt tudja játszani, arany vagy ezüstérmet, vagy egyáltalán érmet tudjunk elhozni, az nagyon jó dolog. Ez mindig attól függ, hogy milyen játékos állomány van a csapatnál. Bízok benne, hogy rövőre is legalább döntőbe kerülünk mindkét korosztályba. Kevesebb, mint egy héttel a junior bajnok arany megszerzése után szinte ugyanaz a csapat utaztatok a ifi döntőre. Milyen formában, mennyire fáradt a mi eredményekkel? Sokat kivett belőlünk a junior döntő, de kaptunk egy nap pihenőt, és azért az kicsit regeneráltuk magunkat. A hét elején kicsit fáradtan edzettünk, látszott rajtunk még az a 4 meccs, de úgy gondolom, hogy a hétvégére összetudtuk magunkat kellően szedni, és sikerült nyernünk. A legnagyobb rivális Békés Csabával kezdhetek, majd a döntőt is velük játszottátok. Lehet azt mondani most már, hogy a Békés Csaba mumusának számítottok? Lehet, igen. Ugye hát az évben én személy szerint már 5-ödjére kerültem velük össze, és mindig az volt bennem, hogy felmegyek is, megverjük őket, hiszen a sportban bármi lehetséges. Hát én úgy gondolom, hogy az első meccsen, a csoportmeccsen még kicsit félősen játszottunk, de miután ezt megnyertük a döntőben, már nagyobb önbizalommal álltunk fel, és sikerült állva hagynunk őket. Mivel nőtt ez a csapat mind a junior bajnokságban, mind az ifi bajnokságban a többiek fölé?
igazából szerintem a csapatmunka. Mindenki beletett egy kicsit, és ez meghozta a gyümölcsét. Mindenki keményen dolgozott az együtt töltött egy hónap alatt, és sikerült. Mennyi röplezementes időszak következik, és mivel telik majd a nyár számodra? Nekem nem sok pihenőm van egy hetem, csak mivel utána a válogatottba utazom, ott lesz egy hét edzőtáborunk is, majd utána kiutazunk Horvátországba, és ott lesz egy hosszú torna, majd utána lehet lesz egy hét pihenőm, majd indul a felkészülés újra a nagy csapattal. A junior és ifi bajnok csapatból több játékos a felnőttekkel készül játszik. Mennyit jelentett ez a két torna, hiszen azért más minőségű mennyiségű edzésmunkát végeznek, mint a saját korosztályban lévők, bár az ellenfeknél is voltak ilyen játékosok. Sok ilyen játékos volt a Vasasnál, a Gödöllőnek is a felnőtt keretéből sokan jöttek vissza, Békés Csabából szintén. Sokat jelent, hiszen úgy tudtunk felállni, főleg mondjuk a junioron, hogy kezdő hatból 5 játékos a felnőtt kerettel dolgozott, illetve edzett, illetve játszott végig ebbe a szezonba. Tudták, hogy mit miért kérünk, bármilyen taktikai utasítás volt, azt megpróbálták betartani, úgyhogy ennek ez volt a következménye. 9 nemzet, több mint 40 versenyzője vett részt a leveleken megrendezett V4 plusz nemzetközi jetski versenyen, amely az országos bajnokság második futama is volt egyben. Ez a 28. szezonja a magyar jetski sportnak. 1991-ben volt az első verseny, akkor még a Magyar Motorcsónak Szövetségnek egy szakosztálya volt a jetski, és utána 1993-tól az önálló Magyar Jetski Szövetség szervezi ezeket a versenyeket, tehát 93-tól a Magyar Jetski Szövetség ennek a sportnak a gazdája Magyarországon. Hányan űzik ezt a sportágat az országban, és vannak-e fehér foltok, hiszen visszerült azért szinte mindenütt van az országban. Igazolt versenyzőink létszáma az olyan 350 körüli, a top versenyzők létszáma mondjuk olyan 35. De viszont ezek a versenyzők nagyon komoly eredményeket tettek le eddig az asztalra. 2017 évig 108 darab európai és világbajnoki érmet gyűjtöttek be a magyar versenyzők, és a múlt héten pedig a 109-et sikerült, ráadásul egy világbajnoki aranyérmet Szabó Barnabásnak egy olasz világbajnoki futamon, úgyhogy nagyon eredményes sport ez. A jó jetskin kívül mi kell ahhoz, hogy valaki jó versenyző legyen? Hát ugye a technika kell, tehát mint ahogy egy autó vagy motorsportban, itt a technika is nagyon fontos, de az ember is fontos. Tehát ha a technika megvan, és az jó fel van építve, és az nem hullik szét a versenyen, tehát végig tud menni, az már egy jó dolog, és utána jön a másik dolog, hogy nagyon komoly fizikum kell. Tehát itt ezek a gépek az alacsonyabb géposztályokba is már ilyen 120 fölött mennek, a legmagasabb kategória, GP1-es kategóriába a itteni 10-szeres világbajnok Kassa Györgynek a gépe 154 km/h sebességgel megy, 600 lóerős. Tehát egy ilyen teljesítményű géppel méteres hullámokba, egy hajtókanyarba befordulni, azt ugye el tudjuk képzelni, hogy az micsoda fizikai erőfeszítés, és ezt ugye a átlagos futamok 15 perc plusz egykörösek, és van a kitartásos offshore verseny, az holnap lesz, vasárnapi napon, az 30 perc plusz egy kör. Na most ott a gépnek is ki kell bírni, meg a versenyzőnek is ki kell bírni. Akkor rá is térhetünk erre a verseny hétvégére. Hány országból érkeztek, mennyien szállnak vízre ezen a hétvégén? Ez a V4 plusz nemzetközi jetski verseny, tehát a V4 országoknak a versenye, ugye a magyar elnökség június 30-áig tart a visegrádi csoportba, és ennek tiszteletére itt még júniusban megrendeztük ezt a versenyt, tehát a magyar, szlovák, cseh és a lengyel versenyzőkön kívül még 5 további ország, például Iránból, Oroszországból jöttek, osztrák, német versenyzők vannak, úgyhogy nagyon szép számba, és főleg az, hogy nagyon komoly kvalitással rendelkező és komoly eredményekkel rendelkező versenyzők jöttek el. Még a nyár elején járunk, ebben a szezonban milyen komolyabb versenyeket rendeztek, vagy indulnak a magyar jetskisek? 2 hét múlva gyékényesen folytatódik a magyar bajnokság, mert ez a V4 plusz kupa, ez egyben a magyar bajnokság második futama, és a harmadik futam 2 hét múlva gyékényesen lesz, és utána pedig még az lesz még egy nőtincsen, a nőtincsi tavon, és az ónodi tavon zárjuk szeptember elején a versenyszezont.
nagyon nagy örömmel érkeztem, hiszen minden nemzetközi esemény azt adja, hogy tovább tudjuk népszerűsíteni a sportágakat. És a jetski sportágban világbajnokaink vannak, Európa bajnokaink, és nagyon-nagyon fontos, hogy sok emberhez, sok gyerekhez eljuthasson az, hogy igen, van technikai sportágak között jetski verseny is, és szövetségünk van, klubok vannak, nagy élet van egy-egy sporttelepen, ugyanígy leveleken is, ahol most V4-ek nemzetközi eseményét, országos bajnokságot is láthatunk, hiszen 9 országból érkeztek a versenyzők, több mint 40 versenyzőt láthatunk, és a világ legjobbjai, ahogy hallhattuk, 26 világbajnokot láthatunk a vízen. Azért nagyon sok sportág képviseletében megjelenek, és hogyha egy-egy-kettő világklasszis is van mondjuk egy-egy pályán, az már nagyon soknak jelent, és hogyha azt megnézzük, hogy a jetskiben milyen sikeresek vagyunk a világban, akkor ezt tovább kell úgymond támogatni is, és minden feltételt meg kell annak adni, hogy minél többen meg tudjanak ismerkedni, akár a technikai sportágakkal is. Helyezzük egy kicsit képbe, aki nem nagyon ismeri ezt a sportot. Mi az, ami egy jó jetskin kívül kell ez a sportághoz? A kondi az mindenféleképpen, ugye én sajnos csak ezeken a versenyeken szoktam, amit itt házilag itt szervezünk, és azon veszek részt, és innen érzem, hogy azon kívül, hogy van egy nagy lóerő a motorodba, a kondira nagyon nagy szükség van, ugye kéze főként lábra tartani magad, és tüdőre, tehát ez bármilyen hihetetlen, hogy automotorsportról beszélünk, de nagyon nagy kondit igényel. Mi az elvárás magaddal szemben a mai napon? Végig élni ezt az egész versenyt. Ugye beneveztek engem egy novice futamba, az egy úgymond egy nem profi versenyzőknek a futama, de nagy lóerős motorokkal megyünk, az egy 15 perc, és utána beneveztek engem egy gentleman, egy úgymond 40 feletti kategóriába, az még 15 perc, és holnap ugyanez. Tehát ha ezt túlélem, nekem az már egy jó megmérettetés. Egy nagy szabású nemzetközi jetski versenynek ad most otthont a Leblek Szabad időpark. Milyen rendezvényeket tudnak idehozni, milyen közönségvonzó szerepe van ennek a rendezvénynek, magának és az is szervezett sportrendezvényeknek? Levelek nagy község önkormányzatának régi vágya teljesült azzal, hogy elkészült a Leveleki tó partján a Leveleki Szabadidő Centrum, a Leveleki Szabadidő Part, és rengeteg versenyt, olyan versenyt tudnak idehozni, amelyet mi a Levelek önkormányzata korábban nem tudott megtenni. Többek között itt van a jetki verseny, volt már itt nagyszabású horgászverseny, működik a vízisípálya is, és a különböző versenyek nemzetközi résztvevőket is vonzanak ide, így Leveleknek a turizmusát magas szintre emelték. Fennállása legjobb eredményét ért el a Sunshine-nyikse. Az Egyesület felnőtt csapata második lett az NB2 alapszakaszában, az utánpótlás gárdák pedig az országos bajnokságban léptek pályára. 60 utánpótlás korú játékos van jelen pillanatban. Több korosztályban indítottunk országos bajnoki rendszerben is csapatokat, és megyei bajnokságban is. Tehát van U9-es csapatunk, egyébként pedig U14-es csapatunkkal is országos bajnokságban, valamint az U18-as csapatunkkal is országos bajnokságban, de az U23-as csapattal az a megyei felnőtt, férfi felnőtt bajnokságban is indultunk, és nyilván ők nagyon sokan játszottak az NB2-es csapatban is, hiszen az NB2-es úgymond kirakat csapat 8 utánpótláskorú játékos szerepel a keretben, tehát azt gondolom, hogy egy fiatal csapatról van szó. Több edző is dolgozik, jelen pillanatban 3 edző végzi a munkát, illetve hát még egy negyedik félállásban, de szeretnénk több olyan edzőt is iskoláztattunk most, akik edzővégzettséget szereznek idén, és jövőre már őket is szeretnénk bevetni. Szeretnénk, hogyha több utánpótlás csapatot tudnánk versenyeztetni. Szeretnénk lemenni a legalsó korokig, U11-es korosztályban, U12-es korosztályban és U16-os csapatokat is szeretnénk toborozni. Már elkezdtük az iskolákban is a toborzás, illetve minden fórumot megragadunk, hogy minél több fiatal csábítsunk a Nyikse együttesébe. A Bánki tornacsarnok a csapat otthona, a TAU-nak köszönhetően több beruházás végeztetek, mi az, amivel már készen vagytok, és mi az, amit még szeretnétek elvégezni? Nagyon sok minden megújult az elmúlt másfél évben, ugye többek között a tornaterem, a teljes parketta, egy 150 fős lelátó, most már egészen más, komfortosabb a mérkőzések látogatása is. Aztán kamerarendszert helyeztünk el, több mint 10 kamera figyeli a pályát, minden egyes mozzanatot vissza lehet akár nézni, sőt később elemzés céljából is lehet ezeket használni, ezeket a
felvételeket, na meg persze biztonságtechnikai felvételként is szolgálnak, biztonságtechnikai szempontból is nagyon fontosak. A kinti pályát tavaly csináltuk meg, 2B33-as streetball pálya készült a Bánki udvarán, és ezek lelátót, egy 400 fős lelátót fognak idén-nyáron kapni, majd illetve egy pályavilágítás, egy modern pályavilágítás, majd ősszel már remélhetőleg streetball városi bajnokságot vagy megyei bajnokságot is tudunk majd rajta szervezni. A felnőtt csapatnak két lépés hiányzott ahhoz, hogy felkerüljön az NB1B zöld csoportjába. Ez a cél? Ez volt a cél idén. A jövő évi célokat még nem fogalmaztuk meg nyilván. Korábban, amikor leültünk a vezetőedzővel, a csapatkapitánnyal, akkor azon gondolkoztunk, hogy több éves célt fogalmazunk meg. Nyilván most egy kicsit előre szaladtunk, hiszen a játékos állományunk hirtelen lehetővé tette azt, hogy talán idén is megcélozzuk a feljutást. Ez nem jött össze. Talán egy játékos hiányzott, illetve az, hogy a végén ne legyen annyi sérültünk, és egy-két olyan meccs, ami nagyon szoros volt. Úgymond 6 vereségünk volt, Hepkupát beleszámítva is az elmúlt szezonban, tehát ez azt gondolom egy nagyon jó eredmény. Az NB2 élboja, az első 4-5 csapat nagyon erős, már a játékvezetők is azt mondták, hogy ezek a csapatok már NB1B és zöld csoport a színvonalú mérkőzéseket vívnak, sőt több csapatot már ki tudnának szorítani az NB1B zöld csoportból. Úgyhogy egy nagyon erős élboly van mindenhol egyébként, tehát az NB2 bármelyik csoportját nézve nagyon erős a mezőny. Tehát azt gondolom, hogy így kiesni az utolsó keresztjátékban a 4 közé jutásért, főleg egy mondjuk úgy, hogy feljutás esélyes Újpesttől, én azt gondolom, mindössze pár ponttal kikapva, sőt többször az elején a mérkőzéseken végigvezetve, szóval így kellemetlen, de azt gondolom, hogy ezzel a játékos állománnyal úgy, hogy külföldi idegenlégióst végül nem tudtunk igazolni februárban, így azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, a csoport második hely és a 8 közé, vagy a 4 közé jutásért kiesve, gondolom, hogy szépen búcsúztunk. Az Újpest megyeri Tigrisek elleni visszavágón az első meccshez hasonlóan szoros mérkőzés vívtatok. Szűk vereséget szenvedtetek, úgyhogy voltak hiányzók. Van benned hiányérzet, hogy így alakult ez a párharc? Mindenféleképp, mert alapvetően egy stabil élmezőnybe tartozó csapatot szerettünk volna itt kialakítani az egyesületnél. Én azt gondolom, és nem csak gondolom, biztos, hogy ez sikerült is. Menet közben jött meg az étvágy, hogy azért szeretnénk dobogóra kerülni. Következő lépcsőfok, hogy a rájátszásba. És a következő lépcsőfokot nem tudtuk meglépni, viszont a hiányérzet mellett én azt gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk a csapat teljesítményével, mert az összképességek, az összrutin, ami a csapatban megvolt, az a többi csapattól mondhatom, hogy nem jócskán, de azért elmarad. És én azt gondolom, közel kihoztuk a maximumot így a teljesítménnyel, viszont a hiányérzet az, hogy a két meccs alapján benne volt a mérkőzés alakulásában a győzelem, illetve a továbbjutás lehetősége is, mert az első hazai mérkőzésen is nagy részt előnnyel tudtunk a csatában helytállni, a harmadik negyedben is mi vezettünk. Utolsó negyedben volt egy fordulópont, illetve hát ugyanez volt Budapesten is. Egy nagyon jó kezdés után alapvetően a támadásbeli hiányosságok nem találtunk be. Ritmustalanul játszottunk 2-3 percen át, és ott egy plusz 6 pontos vezetésről kerültünk egy kicsi hátrányba, és az már a végén az már jelentős volt, nem tudtuk ledolgozni. Amatőr csapatról van szó, a játékosok tanulnak, dolgoznak, nem mindegy, hogy milyen hangulatok az edzések, a meccsek, az utazások, ezen a téren mi a helyzet? Én azt gondolom, hogy nagyon jó évet zártunk, amellett, hogy az amatőrizmus próbáltuk egy kicsit a profizmus irányába eltolni, és nem utolsó sorban egy jelentős személy érkezésével, Bráne Szavicsnak az érkezésével, akinek a hozzáállása, a mentalitás, én azt gondolom a kosárlabda barátok ismerik, megkérdőjelezhetetlen, és ezt a fajta fanatizmus próbálta átültetni a csapatba, néha nehézségek árán, néha konfliktusok árán, de én azt gondolom, erre maximálisan szüksége volt a csapatnak, és ezt az eredmények is bizonyítják, hogy ezt átvéve sikeres szezont mondhatunk magunknak.
Bránya Szavicsot említetted, rajta kívül kik voltak még 20 ember egy csapatnak? Én mindig csapatban gondolkozom, meg mi csapatban gondolkozunk. Itt a dolgozó, tanuló fiatalok mellett, mint amatőr csapatként maximális köszönet mindenkinek a hozzáállásért és a teljesítményért. Bránya Szavics érkezésével új impulzus érkezett a csapatról, szakmai, emberi hozzáállást terén mindenféleképp szükség volt. Az ő jelenlétére is hatalmasat lendített itt a csapat szekerén. Neki külön köszönet ezért, hogy a szakmai részben, illetve a csapat játékában is a maximálisat hozzátette az előrelépésben. Azért két-három nevet hagy emeljek ki a többiek mellett, akinek szintén köszönet jár. Itt akik a játékidőben és pontokban elsősorban jeleskedtek, Farkasinszki Gábor, Asztalos István és Takács Máté, akik Bránin kívül pontban hozzátettek. A többiek kicsit kevesebbet, de a hozzáállással maximálisan elégedettek vagyunk. Lehet-e már tudni arról valamit, hogy kik távoznak, távozhatnak, és lehet-e azt tudni, hogy érkezik esetleg valaki? Igazából még erről konkrét megbeszélésünk nem volt. Levezetőedzéseket tartunk még a következő időszakban. Az biztos, hogy a negyedikesek, középiskolás negyedikesek tovább tanulnak. Mind az öt játékosunk vagy Budapestre, vagy külföldi egyetemre készül. Ez az élet rendje, örülünk, hogy eddig is velünk voltak, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is. A többi játékosról még nem igazán, én nagyon bízom benne, hogy a csapat magja együtt marad. Még akkor is, hogyha vannak kicsit rutinosabb játékosok, vannak kevésbé rutinos játékosok. Ezt a tendenciát, ami itt elindult 3 éve, az egyesület életében szeretnénk megtartani. Én azt gondolom, nyilatkozhatok így, mert még konkrétumokat nem tudok mondani. Szeretnénk megtartani a megye kosárlabdázása, én azt gondolom, tehát megye kosárlabdázásának szükség van ilyen csapatra és ilyen szintű csapatra, és én azt gondolom, egy közös összefogással talán tervezhető lenne a következő idény, hogy legyen a megyének, illetve a városnak ilyen szintű csapata. Bízom benne, hogy ez sikerülni fog. A 7. helyen zárta a szezont az NB3 keleti csoportjában a Nyírbátori futballcsapat. Ambrusz Árpád együttese 10 győzelem mellett 7 döntetlent játszott és 11-szer szenvedett vereséget. Ha azt nézzük, hogy az utóbbi 5 év legjobb szereplés, akkor maradéktalanul elégedettek lehetünk. És még továbbra azt is nézzük, hogy télen elengedtük az NB3 legjobb játékosát, Hornyák Marcelt. Tudtuk, hogy utána nélküle nehezebb lesz. Ha ő maradt volna, akkor gondolom, hogy dobogó közeli helyen végeztünk volna, de ez nekünk ugyanolyan öröm, hogy tudtunk feladni egy játékost az NB2-be, és még ráadásul az elmúlt 5 év legjobb eredményét értük el az NB3-ba. Mennyire volt erős ez a bajnokság? Vegyes képet mutat. Én azt gondolom, hogy összességében nem volt túl erős, de ha azt nézzük, hogy az 5. hely és a 13. hely között azt hiszem 5 pont különbség volt, tehát inkább szorosnak mondható. Nagyon az utolsó fordulóba dőlt el, hogy kik fognak kiesni, és a 3 héttel az kieső helyen álló csapatnak még akár volt az 5. hely megszerzésére is lehetőség, tehát inkább azt mondom, hogy kiegyenlített volt. Ha ki kell emelni 2 meccset, egyet pozitív, egyet negatív értelemben, melyik 2-t emelnéd ki a szezonból? Én már egy utólag nem nagyon szoktam, tehát már egy utólag mindegyikkel elégedett az ember. Voltak olyan mérkőzések, ahol nagyon kevésen múlt az, hogy döntetlenről győzelemre végezzünk. Volt egy-két fájó vereség is, amiben mindenképpen benne lett volna a jobb eredmény. Összességében szoktuk értékelni a mérkőzéseket. A következő szezontól lesz még egy megyebeli NB3-as csapat a keleti csoportban, ugye Sényő jutott fel. Mennyire örültök ennek? Mi örülünk, hogy végre játszunk megyei rangadót. Nyilván a játékos piacon megoszlik majd az érdeklődés az ilyen szintű labdarúgók iránt, de én úgy gondolom, hogy sokkal több pozitívum van abban, hogy lesz 2 Szabolcs megyei csapat, mint negatívum. Jelen állás szerint Ambrusz Árpád a csapat edzője távozik a csapattól, tettetek már lépéseket a pótlás érdekében? Igen, ez megint egy olyan dolog, aminek nagyon örülünk, hiszen egy játékosból tudunk egy olyan edzőt
nevelni, aki magasabb osztályba megy. Ez megint úgy gondolom, hogy kevés csapat tudja ezt, hogy egy játékosából olyan edzőt csinál, akit NB2-es stábba hívnak. Természetesen gondolkodunk a pótlásán, hasonló utat szeretnénk bejárni, mint az ő esetében történt. Játékos fronton mikor várható komolyabb mozgás? Úgy gondolom, hogy a felkészülés kezdetére, ami július első hetében lesz, akkor várható, hogy kialakul. Ugye én nekem ez a 8. nyári játékozási szezonom, így nem vagyok kétségbeesve még afelől, hogy lesz elegendő játékos, és azt is tudom már, hogy még ilyenkor nem lehet biztosat mondani. A körülményeket, anyagi hátteret tekintve milyen lesz a következő év a Nyírbátornak? Általában mi mindig a legkevesebb költségvetések egyikéből gazdálkodunk, erre számítunk most is. Nem voltunk és most se leszünk a legvagyonosabb csapat. Próbáljuk abból a szűk költségvetésből kihozni, amit ki lehet. A sporttelepen terveztek-e valami komolyabb beruházást? Most a ősz folyamán a kisműfűes pálya befedésre kerül, ami egy nagyon megterhelő beruházás az Egyesületnek, ezt remélem, hogy sikerül most már realizálni. Vannak távlati terveink, a önkormányzat fogja most a salakpályát felújítani, egy kültéri kondipark fog épülni a pályán, és tervezzük majd a szembe lévő lelátónak a befedését is, de konkrét időt nem tudok még mondani. Van még egy pár olyan apróbb felújítás, amire a szövetség kötelez minket az MB3-as tagságba. Kispadot kell kicserélni, a mostani fedett lelátónkon kell kicserélni a padokat, azokat a bajnokság kezdetére el fogjuk végezni. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!